Hát szép jó napot kívánok mindenkinek. Érdekes dolog van. Mindenféle évben ugye kell járjak ilyen hát úgynevezett felülvizsgálatra ugye a műtétem óta. Házi orvosunk elvárja azt, hogy hát minden egyes ilyen bejelentkezés előtt meg is adja rá papírt, kapok egy ilyen nyomtatványt, amivel meg kell jelenjek egy ilyen laboratóriumba, és levesznek vért, és kielemzik, hogy hát van-e cukor, meg mit tudom én, koleszterol, meg egyéb problémák, és ha igen, akkor hát ugye ezt ő fogja látni. Egy héttel előtte kell megcsináljam ezt a vérvételt, mielőtt ugye megyek, addigra ő megkapja az eredményt, mire én ugye bejelentkezek nála a vizsgálatra, és akkor így. De nekem azt itt most nem adják oda az eredményt, hanem ő neki azt kiküldik, ugye kipostázzák. Nos, hát egy ilyen laborba megyek most, remélem, hogy nem kell sokat várjak, és hát állítólag olyan van, hogy 6 órával a vizsgálat vagy a vérvétel előtt nem szabad, mi a fene, nem szabad enni semmit. Hát szóval reggel, amikor felkeltünk, érdekes módon elég sokat tudtam aludni, most éjjel nem dolgoztam, majd ma már megyek, és hát meg elkezdtek valami építkezés. Itt volt egy épület, azt elbontották. És hát olyan éhes voltam oda, hogy ezt nem bírom ki, hogy hát éjgyomorra menjek oda, mert már fél hétkor kinyitottak, úgyhogy elvileg el tudtam volna menni. Mondom, olyan éhes voltam, este alig ettem valamit, szóval éjjel, semmit. Ittam a kávét, aztán hát ettem egy kis halat. Hát aztán letelt most már 6 óra. Úgyhogy most már elmegyek, délután egyre már ott vagyok, lesz fél kettő, mire bemegyek. Úgyhogy akkor szabályok szerint járok el. Hát azóta viszont nem ettem semmit. Ez megint bealudt, vagy mi sem állít. Általában telefonálni szoktak, telefonozni. Gyerekek, eléggé kihalt itt minden. Nagyon sok biznisz lement, sajnos. A koronavírus következtében lecsökkentek a vásárlások. Sok ember elvesztette a munkáját, és hát ezért ugye nem vásárolnak annyit, mint azelőtt. Fogyasztói társadalom, ez volt a jellemző. Hát most már csak annyit vásárol mindenki, illetve hát azok a rétegek, középréteg, akik lecsúsztak, főleg. Hát amennyire szüksége van a napi megélhetéshez, hát itt a többség fizetéstől fizetésig ér itt is, Amerika ide vagy oda, és bizony nagyon sokan eladósodtak, hogy általában el vannak adósodva itt az emberek. Szeretnek kreditkártyára vásárolni. Aztán utána meggondolatlan dolgokat csinálnak. Ugye bevásárolnak előre olyasmit, amit itt is hogy kipucolták ezt a részt. Ez a tenisz akadémiának a hátsó bejárati része. Szépen meg.
és aztán így bajba kerülnek az emberek, ugye bajba kerülnek. Kell tudni a balanszot, tehát az egyensúlyba tartani a bevétel és a kiadás. Ha egy bor van rá, és főleg akkor, hát, hogyha van bevétel, nem van nehéz, csak ahhoz, ugye, használni kell az ezenet, semmi más. De hát, ha nincs bevétel, akkor viszont problémák vannak. Gatyaszíjszorítás. És hát túlélni a dolgokat. Hát az ismerős nagyon sok ember. Ó, itt van a Kesei úton. Ennyi. Itt nem tudom mi volt ott. Valamiért oda gyülekeztek. Sok Kesei. Majd állítsátok meg ott a filmet egy pillanatra. Tudtam volna, hogy ott vannak, akkor lelassítottam volna. És a krokodil helyek, gyerekek. Itt valami nagy dög lehetett, mert nem véletlenül voltak azok ott kesejük. Na, hát mindjárt ott vagyunk. Megállás nélkül hagytam a kamerát menni. Szomjas vagyok, mint a franc. Valbart vele kell jönni. Majdnem szembe van vele. Ez egy villanyterep. Balra húzódunk. Vágják a bokrokat. Jó, be van öltözve ebbe a melegbe. Sheriff úr, később mindjárt ide a szélsőbe orientálodok. Ja, most már egyre több rendőrkocsit látni az utakon. Látszik, hogy túl vannak ezen a sokkon, ami volt. Na, gyerekek, itt az a benzinkút, amit egyszer mutattam, hogy fog épülni. Majd úgyis jövök ide, venni akarok egy kis kínai kajához dolgokat. Na, levesszük a kamerát. Na, ide jövök, ez a GEST diagnózis. Diagnosztik, ez az a labor, de jó, ketten vannak csak. Azt, hogy magyarázott, hogy reggel kell korán jönni. A legutoljára, amikor voltam, akkor reggel jöttem is korán, és voltak vagy 50-en. Na, most még van a ketten. Kinek van igaza? Jó, akkor felbőgtek a turbinák, kérem. Hol a kiállat? Másik sávunk kellett volna jönni. Hú, de meleg van. De vagy itt az ablak, de azonnal fölforra a levegő, gyerekek. Ott a Walmart balra. Most éppen jönnek jó sokan. Na, a truck után mehetek. Nem. Azok is zöldet kaptak. Jobbra kell, jobbra mehetek csak. Majd mindjárt. Piros után jó lesz. Oké.
rögtön ide. És itt lehet fordulni. Valaki ott hagyta, mi az ott a sapka. Péntek van, gyerekek, hát még mondjuk most nincs a nagy izé csúcsforgalom. Fizetésnap, ugye, péntek. Hetente vannak általában a 90%-ban. Ugye heti fizetések vannak. Én két hetente kapok. Úgyhogy jobban szeretem a két hetes periódokat. Nem tudom miért. Még előző munkahelyeimen ott heti fizetések voltak. Valaki Walmart. Itt az új benzinkút, és itt mindig olcsóbb a benzin. Még nem tankoltam itt soha. Majd egyik nap kipróbáljuk. Jó, nincsenek sokan. Basz, kötelező. Egy bejáratot lezártak, nem tudom miért. Mind a folyánkból. Ezt a felét, várjál. Itt is bezárták ezt a részt. És ezt a bejáratát itt lezárták. Szóval itt nem tudsz bemenni. Jó, fasz. Most, hát az a logikája, hogy hát az embereknek a túl közel van. Na de hát ha most ide sűrítik az embereket, akkor itt még közelebb vannak egymás után. Hát hogyan? Azon nincs is. Ja nem, levettem. Menjél. Meg kell kerülni itt mindent. Mindenki ide tömörül, mert oda lesz egy sör maszkot. Kis bögyöske. Kivárják, amikor kitolat valaki, kivárják, hogy beálljon a helyére. Ne kelljen sokat gyalogolni, de hát... Hát én fogok, na, majd talán oda, ha beáll a helyére. Bassza meg. Nem filmezünk be a pofájukba, de nem hiszem, hogy lássák. Szabad ez a helyen, nem szabad. Na, oda be tudok állni. Jó van. Jó van akkor. Hopsz. Láttad, hogy ráment? Nem érzik az autót. A szegényre rácsattintott. Na jó van, hát aztán meg végképp nem filmezünk. Hogy a magyar embernél túlélőbb és szívósabb nemzet nincs a világon. Ugyanis az egyszer használatos maszkot ugye fel tudják venni 300-szor. És végsincs semmi bajuk. Na jó, nem sokára találkozunk. Engedik le a üzemanyagot. Ez itt a hajóval ide át. Na megtankoljam. Ja, a hajót fogja megtankolni, látom. És itt aztán vásárolgatni is lehet egy ilyen dolgot. Ready ice, ugye jeget. Ivóvizet, hát megvendolom, cigiket, minden. Na majd letanulmányozom, majd megnézzük. Olcsóbb is a benzin egy kicsivel. Úgyhogy, attól lehet, hogy kell ilyen tagság. Na majd kifiguráljuk. Tetszik a dolog, hogy ezt ide megcsinálták. Okay. A szokásos kávém. Jaj, gyerekek! Ez is egy
kicserélni, de ez most mind baszasszik itt össze-vissza. Milyen evolúció, elbaszta, ezért nem jó helyre tank akar tankolni, vagy nem éri el a tróna, ezért kábel, tényleg ott, még a kezével ott hadonászik. Nemrég vehette a hajót, vagy nem ért hozzá, na majd kifiguráljuk mindenki. Ja, ott a tankja. Ez nem volt bekalkulálva neki, hogy rossz oldalon akarta rakni bele a bejött. A gyerekek ezek annyit zabálnak, ezek a hajók, hogy ez hihetetlen. Bizonyára már Magyarországon se új dolog az, hogy elmennek emberek az Adriára, ide-oda vannak kis hajóik, vagy jetski. Az öregek, mi voltunk jetskizni, hát az annyit zabál, hogy az őrület. Az a jet motor, hát ezen nem az van, a propelleres. De ezek is esznek. Marha nagy fogyasztás. És nézz oda a tengeri le. Régen ilyenkor kiürítették a benzinkutat, amikor ilyen izé volt a tankolás. Na jó, nem megyünk haza. Hát ez a faszikám valószínű, hogy most úgy járt, mint a sikítozó titkárnő, aki sikít örömében, amikor eltalál egy betűt. Úgyhogy hát ez így volt most ezen a mennyi. Micsodász. Ki kell igazat mindjárt. Nagy helyet nem is vettek el. Na, hát az, én mindig örülök gyerekek az új dolgoknak, főleg, hogyha hasznos is, és jó is. És nézz oda, és 2.9. Hol van az? Állandó. És dízel is van. 2.9 cent egy galon. Oké, így durrantunk. És már megyünk is. Majd megnézzük máshol mennyi. Közben. Igen, máshol már nem kell menjek. Ja, egy benzinkút majd lesz. Most elmegyek eményre. Ne filmezzem ugyanazt, ahonnan jöttem. Ez itt egy tempó. Manuel United Metodista Templom. Metodista Templom. Hallottam. Metodista Templom. Irányzat. De hát rossz nem lehet, gyerekek. Tulajdonképpen semmilyen vallás nem rossz. A vallások nem tanítanak téged rosszra, csak vannak egyes irányzatai, vagy szélsőséges árnyalatai, az igen, az probléma. De ha valaki mélyen hisz valamiben, én úgy gondolom, hogy az erőt ad, és én a saját példával is olyan. Ha egy pozitív dologban hiszel, és azt szerint élsz, akkor az erőt van neked. Vallásosan is le lehet élni egy teljes életet, annélkül, hogy bármi problémát lenne. Itt az Aldi, gyerekek, nem kell már menni. Majd Évi akar egy csomó gyümölcsöt venni. Most a leányomnak van ez a gyúzolója, és hát aki kicsúszolt, afele tudja mennyi gyümölcsöket. És itt
másokra törekszik. De ő úgy kicsúszolja, hogy a rostokat is átszűri, vagy inkább így az leörli neki. És ő a rostot nem az. Nagyon ízlett nekem is, meg a Évinek is, de ezek mondom, hogy ez kimarad csak a leve. Az ember nincs benne a rost, amit a leányok csinált. Szóval most a Évi is csinálgatja ezeket, de még jobban. Azt mondja, hogy egy kicsit jobban ráhajtunk erre. És ne fogja őket nyomozolni, de ő úgy, hogy a rosttal együtt. Zöldségeket, meg a kicsit hangos, ha ez elnézést kérek, de muszáj nyomja maximumon, meg gyerekek, nagyon menő. Picit egyet viszont ez talán nem lesz annyira zavaró, a befújásnak a hangja. Most tehát össze lehet keverni ugye a sárga répát mondjuk, ilyen barackkal, meg eperrel, meg málnával, meg különböző berrik, ilyen cranberry, meg blueberryt össze lehet vegyíteni, tudom én, egyezőkékekkel, zellerrel, stb. Mondjuk hagymával nem az. Hagymát nem lehet, hagymalét nem iszik meg. De ilyen mindenfélét, ugye káposztákat, egyemeket, tehát a káposztát is, ha le tudod ugye sorabolni, meg gyúzolni, a káposztának azt hiszem a 90% az víz. És akkor tesz egy káposzta leved. Mondjuk eléggé ocsmány ízük van némelyiknek. Évi csinált ilyen kocsmalékokat, de ha megittem aztán, vagy fosol tőle, vagy nem. Na, szóval itt vagyunk újra, az AMG. Akadémia, tehát ez a tenisz. Ez a International, mint pontosan a neve. Ezek itt mind apartmentek. Itt a albérletesek vannak. Mi is, ugye meséltem a régi retro videóimban, hogy mi is egy ilyen helyen laktunk, mint ez itt például. És hát kibéreled, és akkor fizetsz, mint a görény. Havonta 1000-1200, aztán mind elveszíted azt a pénzt, ugyanis ez soha nem fog megtérülni, mert hát ugye az már nem a tiéd. Ezért törekedtünk arra, hogy saját házunk legyen, és hát ugyanannyit fizetsz törleszt, és van, amikor még kevesebbet. De az már a tiéd lesz egy idő. Jó, hát sokat kell fizetni, az biztos. Hossz 30 évig országnak. Na, hát ott le kell jönni. Jaj, meg kell húzolni a BMW-be, engedsz meg. Mi a szart csináltok? Mindenhol ez a lezárások. Most van az a három nagy körforgó, gyerekek, már úgy, már vagy lassan két éve csinálják. Jó lesz amúgy. Nagyon szép lesz. Majd nem fogom filmezni, amikor készen van. Mert most egy káosz az egész. Borzasztó, amit ott csinálnak. Miért zártad ilyen hosszan azt? Mert tudok majd menni jobbra, mert jobbra kéne menjek. Na, itt van a 7-Eleven, ez is olcsó benzinkút. Itt is van. Mennyi? Nem látom. Na, itt el tudok menni jobbra, jól van. 2.19. Na, látjátok?
10 centtel már drágább. Itt a szem, pedig ez is olcsónak számít, ez a hely is. És itt van mondjuk ez a Maraton, vagy melyik ez? Itt mobil. Mobil. Itt mennyi lesz a benzin? Nem látom, hogy mennyi. Ki szokták rakni le útszélére, nem láttam. Hát akkor itt még több. Szóval érdemes lesz odajárni tankolni, vagy a Walmarthoz. Most azért is csinálják ezt, hogy jó olcsón adják, hogy oda csalják az embereket. Aztán majd később aztán majd, hová beetted a... megetted a azért, a csalit, oda szoktál, majd szép óvatosan majd fogják emelgetni, hogy mi a szar van itten. Mi van? Baleset? Húzódnak jobbra, balra. Mit csináltok, gyerekek? Mit csináltok? Miért volt ez a dugulás? De lassan a iskolának van vége, igen, aztán és már besűrűsödnek a izék, itt a bulik. Na itt a bejárata az izének, itt volt. Tenisz Akadémiának, de nagyon világhírű hely. Időben azt hiszem az izé Navratilováék is itt teniszezgettek, tanítottak. Nagyon sokan vannak ilyen világhírű teniszezők, akik itt tanítanak. Tenisztanárok lesznek majd, miután abba hagyják a versenyzést. Szép a táj, ugye, gyerekek? Na, örültök, hogy fölveszem? Hát, majd megírjátok. Nézzed ezt a bejáratot? Ez ilyen hacienda-szerű stílus. És ugye a múltkor is volt egy ki, hogy hát mennyivel jobb Amerika, meg ez, az. Hát gyerekek, nézd meg itt az utakat. Hát ugye a mindennapokban élünk, és nem csak minden az anyagin múlik, hogy hát mennyi pénzed van, meg tudsz rajta venni, mennyi dolgozol érte, stb. Hanem a környezet és az útminőm, ez mind ugye számít a közérzetedhez. Hogy éled meg a napjaidat, az óráidat, minden, jó az idő, na többi. A nyugalom, szép is, egyszerű házak, és nem is kell ahhoz milliómosnak lenni, hogy egy ilyen szép is, ilyen típusú házat megvegyél, ilyen a miénk is, és kényelmes, alacsony, hűthető, lakhatóak. Hát, normál. Én nagyon szeretem ezeket. Itt vannak az őrök. Igen, most már iskola idő van. Ezek a zebrások, ugye, jön a gyerek, akkor megállítsák a forgalmat. Ott is, ott. Nézd oda. A sárgákba. Ott vannak. Most már a iskola vége van. Lehet menni a gyerekekért. Olyan rendszer van, gyerekek, hogy csak azok vehetik fel a gyereket az iskolából, akik be vannak regisztrálva. Na most. Ha te mondjuk oda mennél most a iskolához, ahova a Szofi jár, és bemondanád a nevét, hogy jöttél fölvenni. Gyerekek, ott a rendőrt is hívnának. Mert mi a fene? Nem vagy beregisztrálva, és mit keresel ott? Ugye? Én nem vagyok beregisztrálva, mert hát én nem szoktam ugye se vinni, se hozni azt, hogy feleségem az igen. Úgyhogy én hiába mennék oda, leigazolom magam, hogy ugyanaz a nevem, ugye, és a többi. Nem adják oda a gyereket, és felelősségre is vannak. Jegyzőkönyvet írnak, ott a iskola rendőr azonnal. Mit keres maga itt? Na nézzük, miből élünk. Ja, eper. Az előbb mutatott
gyönyörű szőlő. Nem tudom, ez az európai szabványoknak megfeleled? Mikor mondták, hogy görbe az uborka? Ilyen nagyon, ez jó ízű paprika, ez szendvicsve, ezt csak abban használjuk szinte. Na van, amikor nem, napa kebics, nepe vagy napa, nem tudom. Kicsit bakcsolyra emlékeztet, majd ugyanaz a család egyébként. A két hagyma, jövünk ide. Hoztam marha húsleves kockát. Ugye? Tudom, miért nem lehet kapni marhacsontot, ilyen húsos marhacsontot. Hát lehet kapni, de az rajta a borda, minden, de az úgy drága lenne levesnek. Aztán szlókokör, valaki írt be, mutassak majd egy szlókokör kaját, hát majd mutatok. Aztán ma már régóta tervezek egy piri-piri csikent, csirkét, sose csináltam, a manitú. Gyerekek, annyiféle fűszer van, most már látok brazil fűszereket is. Ketchup, mustár, patronos kávé, ebben van 48 darab. Ez jó minőségű marhahús, 85-15, tatár bisztek lesz belőle. Ez a extra snurdul, vietnami pho, pho leves, ez pedig a udon. Ez már volt itthon, és a Japanese udon. Az is udon, meg ez is, nem tudom, hogy miért, de teljesen más. Vagy csak azért, mert az már meg van főve, de ez meg lapos, ez meg gömbölyű. Na mindegy. Ez is van millió. Hoztam joghurtokat. Ez a ivós joghurt. Ezeket szoktam iszogatni, mikor kijövök a boltokból, meg viszek munkába is minden nap. Egy darabot. Hoztam pinto beanst, tehát rózsaszín babot, meg van főve, és hát majd egy főzelék, vagy valami lesz belőle, vagy egy kis hagymás bab, még nem tudom eldönteni. Majd kiderül, lehet, hogy egy sima rántásos főzelék lesz, fasírtal például. És hát ilyen, ez csak ilyen gyors vásárlás volt, ilyen ötletszerűen, tulajdonképpen miért mentem be megint a boltba? Mi volt, amiért be akartam menni? Kávéért. Semmi más nem akartam. Azt ez lett belőle. Na jó van. A gyerekek, ennyi volt. Most egyelőre itt megállítsuk. Főzés nem tudom mi lesz. Még el kell döntsem. Még van másfél órám. Valami gyorsat. Úgyhogy most annyit csinálok, hogy tartok szünetet, és visszanézem, amit eddig felvettem, oké? Majd találkozunk rövidesen. Addig is sziasztok!